Még nincs a helyén minden kilépő műanyag borítás a sóstói kültéri medencék mellett, és a víz helyett egyelőre csak száraz falevelek találhatóak a pancsolóban. Van még idő befejezni a felújításokat, június 3-án nyitja meg kapuit a parkfürdő. A pandémia alatt sok nagyobb munkát elvégeztek, ez pedig jelentősen megkönnyítette az idei szezonkezdést. A burkolatjavítást és a fugázást viszont így is meg kell csinálni. Ettől korábban, május 20-án már nyit a tófürdő. A felkészülés egyik utolsó simítása a kerti munkák elvégzése. A bejáratnál még a korábbi árak láthatóak, de ezek változni fognak. Június 30-áig áremelési stop van, június 30-át, tehát július 1-től tervezünk áremelést, ennek a pontos mértéke még nincsen meghatározva. Látni kell, hogy az elmúlt két évben nem történtek áremelések, úgyhogy most két évnek az áremelése várható. Átlagosan egy olyan 20% körüli áremelést azt tervezünk. Nyilvánvalóan ezek minden jegytípusban máshogy csapódnak, tehát ez nem egy ökölszabály, illetőleg minden egységben eltérően történik meg az áraknak a meghatározása, hiszen különböző szolgáltatási színvonalak mellé különböző árakat fogunk rendelni. Vásárosnaményben is készülnek a strandszezonra, a Gergely-Ugornyai partszakasz részben megújulva várja a pihenni vágyókat. Az Atlantika Vízividám Park megszüntette működését. Arról tudni kell, hogy ez egy önkormányzati tulajdonban lévő terület, ugyanakkor az eddigi olasz család, aki üzemeltette 20 éven keresztül, úgy gondolta, hogy most már neki nem gazdaságos működtetni ezt, és visszaadta önkormányzatunknak a területet. Mi pedig szomorúan láttuk, hogy igen, lelakott állapotban van, így most várnunk kell az Atlantikával. Ugyanakkor nem adjuk föl, hiszen tudjuk azt, hogy Gergely-Ugornya ikonikus szerepet tölt be a megye életnek a turizmusában, épp ezért várjuk idén nyáron is Gergely-Ugornyára, mint egy június közepétől azokat a vizitúrázókat, kerékpárosokat, akik meglátogatnak majd bennünket is, persze az esték, a szombatesték is mozgalmasak lesznek. Készülünk, hiszen a képviselőtestület magáénak érzi a Gergely-Ugornyai Tiszapartot, elkezdtük a tereprendezéseket, megtisztítottuk a partot. Örömmel jelzem, hogy több turisztikai projektünk a végéhez érkezik, van olyan, amelyik még nem, de egy teljesen új játszótér is épült, több épületet sikerült megújítanunk, a Beregszíve üdülőközpont pedig várja a kerékpárosokat és a vízitúrázókat. A nyírbátori strandon egy kültéri medencét jelenleg is használnak a vendégek, vannak azonban olyan medencék, amelyek felújítását ezekben a napokban végzik a szakemberek. A strandnyitásra szeretnénk az élménybedencét abszolút teljesen felújítani. Ezen kívül két kinti termálbedencénk van, azoknak is a hiányzó csempét, illetve egyéb hibáit a szezonnyitásig, május 28-áig szeretnénk ezeket is befejezni. A nyírbátori fürdő egyébként nagyon népszerű a román vendégek körébe, a vidékiek, de természetesen a nyírbátoriak körében is. Hát sokkal jobb szezonra számítunk, mint 2020-ben, vagy 2021-ben. Április azon nagyon-nagyon jó számok tudott produkálni, mind a fürdő és a hozzátartozó camping is. Nagyon bízunk benne, hogy a szezon az jó lesz, de nyilván ez függ az időjárástól is. Dickó József elmondta, hogy különböző kedvezményeket biztosítanak a helyi lakosok számára, arról pedig június 30-a után születik döntés, hogy milyen mértékben kell majd emelni a belépők árait.